Van egy vers, amit gyakran láthatnak sportrendezvények kivetítőin, vagy gyülekezeti csarnokokban. A János evangélium a 3.16, a leggyakrabban idézett igehely. A Biblia drága köve. Max Lucadót az év pásztorának választotta a Christianity Today magazin, és Amerika legjobb prédikátorának a Reader's Digest. Több mint 60 könyvet írt, amelyek összesen 50 millió példányban keltek el, és szerte a világon 28 nyelvre fordították le őket. Ez nem rossz egy olyan írótól, akit 14 kiadó utasított vissza. Max nagyon jó mesélő, és sokakat erősít meg azzal, hogy tisztán és könnyen megjegyezhetően illusztrálja a mondani valóját. Legutóbbi műve a 3.16, vagy a reménység számai, a Biblia egyik legismertebb versét vizsgálja. Szerinte ez a 26 szó tulajdonképpen az egész Biblia dióhéjban. Üdvözlöm Önöket a 700-as klubban. Kérem, fogadják szeretettel a könyv szerzőjét, Maxet. Nagyon köszönöm a meghívást. 60 könyv után mi késztette arra, hogy írjon egyet a Biblia egyetlen verséről? Tudja, minden egyes könyv megírása előtt eszembe jut, hogy talán pont amiatt a könyv miatt lettem megteremtve, és ez alkalommal azt kell mondjam, hogy valószínűleg ez az. Komolyan mondom, Terry, tudja, én mindig is misszionárius voltam a szívemben, a 80-as évek nagy részét Brazíliában töltöttük, az volt az első küldetésem. A János 3.16-ról pedig mindig az volt a véleményem, hogy a legjobban összegzi az evangélium lényegét. Azt mondja, hogy olvassuk el ezt az igét, és nézzük meg, hogy mi a legerősebb benyomásunk. Szerintem nem más, mint Isten szeretete. Az, hogy Isten mennyire szerette a világot. De vajon miért olyan nehéz nekünk ezt a szeretetet elfogadni? Nagyon jól látja. Ennél a mondatnál, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, érdemes megállni és elgondolkodni egy kicsit, akár egy egész könyv erejéig. Egyébként itt van az emberek problémája. Az emberi szeretetből indulunk ki, amikor meg akarjuk érteni Isten szeretetét. Összekeverjük a kettőt. Annyira megszoktuk, hogy jobban szeretnek bennünket, ha jobban csináljuk a dolgokat, és kevésbé, ha rosszabbul. Isten szeretete azonban nem függ az emberi teljesítménytől. Igen, ez az, amit nagyon nehéz elfogadni. Ez egy teljesen más rendszer, más megközelítés. Soha semmi nem tud elválasztani minket Isten szeretetétől. Semmi. Mi a különbség a között, ahogy a többségünk éli az életét, és a között, ahogy Isten szerint kellene élni? Ez egy nagyszerű kérdés. Azt hiszem, Isten azt akarja, hogy beteljesedjünk ő vele. Azokra a csodákra várva, amelyeket ennek a világnak szán. Ez a földi élet olyan rövid. Azért vagyunk itt, hogy eldöntsük, hogy hol fogjuk tölteni az örökké valóságot. Vagy Istennel, vagy az ő jelenlétén kívül. Ez az első számú feladat. Itt igazából a bemelegítés zajlik az elkövetkező új világra. Úgy gondolom, hogy Isten nagy reményeket és várakozásokat akar adni nekünk a mennyel kapcsolatban. Említettük korábban a János 3.16-ot, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta azért, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hogy kellene ezt értelmezni, kezelni egy ilyen úgynevezett toleráns világban, amiben manapság élünk? Hogy közelítsük meg ezt a kérdést? A János 3.16 egy fantasztikus igehely, mert részletezi a kereszténység kulcs tanításait. Egy tökéletes egyensúlyt találunk ott, hogy valaki hisz ő benne. Ez a valaki akárki lehet. Bárki számára nyitva állnak a mennykapui. A másik oldalon hisz ő benne. Azt mondja, hogy itt ő benne, tehát nem valakikben vagy valamiben, amiben hinni akar, hanem csak is ő benne. Tehát a meghívás mindenkinek szól, de a hit csak Jézus Krisztusnak szólhat. Ő Isten egyetlen fia, és Isten az ő egyszülöttjét adta. A görög eredetiben a monogenesis szót találjuk, ami a közös genetikai háttérre utal. Bármi, amit elmondhatunk Istenről, igaz Jézusra is. Ez az, ami Jézust az egyszülött fiúvá emeli. Higgy benne, hogy el ne vesszél, hanem örök életed legyen. Ez tehát egy útkereszteződés, ahol dönteni kell. Pontosan. Emiatt ő vagy úr, vagy pedig a világ bolondsága. Minden hatalom neki adatott, ezért jogos az ő elvárása, hogy a mindenség uraként kezeljék őt. Arról is beszél, hogy mitől lesz a mennyország mennyei. Nem olyan régen beszélgettem egy barátommal arról, hogy a megtérésünk után a legtöbbet a mennyet emlegetjük, de nem is igazán tudjuk, hogy miért lesz jó oda menni. Szóval mi az, amit kellene, de nem tudunk a mennyországról?
Mélyen ott él bennünk a kérdés, hogy vajon nem lesz ott nekem unalmas? Itt megint csak az a probléma, hogy a földi dimenzióból akarjuk megérteni a mennyet. Egy teljesen más felállás lesz majd ott. Először is nem ugyanazok a személyek leszünk. Testileg, ugye most néha unatkozok, fáradt vagyok, néha beteg vagyok. Ott fenn ez az egész helyzet megváltozik. Másodszor, a föld sem lesz már ugyanaz. Teljesen vissza fog változni az édeni állapotba, pont olyanná, mint az édenkert volt. És a legfontosabb, hogy Isten jelenlétében leszünk. Ezt az oldalát tényleg lehetetlen teljesen megragadni. Így van. De tudja, Pál apostol azt mondja, hogy az odafelvalókkal törődjetek. És az itt található ige az, hogy fókuszáljatok az odafelvalókra. Ez tehát a mi lehetőségünk. Én nem ismerek olyan embert, akinek ne lenne az élete jobb attól, hogy a mennyre összpontosít. Ez az igazság. Egy másik dolgot is hadd említsek. Idén a húsvét vasárnapja pont 3.-16-ára esik. Így aztán az egyházak egy közös eseményt akarnak csinálni ezen a vasárnapon. Mi bátorítjuk őket erre. Sőt, Terry, része vagyunk egy kezdeményezésnek arra, hogy 316 millió ember legyen megszólítva ezen a napon, és hogy a pásztorok használják ki azt, hogy virágvasárnap éppen 3.-16-ára esik 2008-ban. A honlapunkon elérhetők olyan információk, amelyek segítségével pásztorok egész Isten tisztelet sorozatot kezdhetnének ezen a húsvét vasárnapon a János 3.16 jegyében. Fantasztikus! Ha ön egy új hívő és szeretne többet tudni arról, hogy mit jelent Jézussal járni, benne élni és érte élni, akkor a János 3.16 önnek szól. De akkor is, ha ön már hívő egy ideje és szeretné felfrissíteni és megújítani a hitét. 3.16. Egy nagyszerű könyv. Köszönöm meg, hogy itt volt. Én köszönöm.